A lakossági igényekhez alakították ki a jegytípusokat és a jegyárakat Szolnokon a MÁV strandon. Jelenleg a jegytípusainkat és a jegyárainkat az előző évekhez képest a lakosok igényeihez alakítottuk ki. Én azt gondolom, hogy minden korosztály megtalálja a számára legkedvezőbb belépési lehetőséget. Jelenleg egy egésznapos felnőtt belépőjegynek az ára 2700 forintba kerül, még egy szolnoki lakosnak 2500 forintba. A kedvezményes napi belépőjegyeink, ami a 4 év korosztály fölötti 18 éves korig, illetve a 65 év korosztály felett pedig 1700 forintért tudnak naponta bejönni. Biztosítjuk a reggeli úszás lehetőségét és egy kedvezményes jegyárral, ami 6 órától 9 óráig vehető igénybe. Családok számára is van lehetőség, ott két felnőtt, két gyermek tud bejönni. A tavalyi 5200 forinthoz képest most 5900 forintért, tehát egy minimális emeléssel, illetve nagyobb csoportoknál is 1300 forintos lehetőség van a belépésre naponta magára a strandfürdő területén. Ez minimális emelés a tavalyihoz képest. Egy minimális emeléssel tudtunk tovább lépni, egy 10-15%-os emelésben mutatkozik meg. A bérleteink jelen pillanatban úgy alakultak, hogy 10 alkalmas bérleteink vannak, amik 60 napig használhatóak fel a lakosok számára, a reggeli időszakban, illetve egész napos úszó bérletárakkal. A családi kedvezmény igen népszerű Szolnokon. Nagyon sok családlátogatónk van. Nyáron, június 17-től elindítjuk a csúszdáinkat is, és nagy igény van rá. Igen, jönnek a családok. Rengeteg családi jegyet tudunk eladni. A tavalyi nyáron sokan jöttek strandolni ide. Reméljük, hogy ugyanolyan nagy létszámban lesz meg látogatóink, mint az előző években, mert próbáltuk a jegyeket úgy kialakítani, hogy lehetőséget teremtsünk számukra arra, hogy egy kedvezményes belépéssel ugyanúgy tudjanak hozzánk jönni.